és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A Szent Mise áldozatot elhunyt Tiborért, Jánosért, Annáért, Jánosért és Ilonáért ajánljuk föl. A mai napon Szent Család vasárnapja van, mert hogy éppen vasárnap is van most Szent Karácsony és Új Év napja között. Tehát Szent Család vasárnapja van, és ezzel azt hiszem, hogy az Anya Szent Egyház arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy az Isten találmánya a család, és hogy az szent. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szentét. Minden első szülött fiú az Úr szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az Úr törvénye szerint egy pár gerlét, vagy két galambfiókát tisztulási áldozatul bemutatni. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára vált, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kijelentette neki, hogy nem látva állt addig, amíg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust oda vitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent. Most már elbocsájthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen, kinyilatkoztatás a pogányoknak és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Íme e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, míg a te lelkedet is törjárja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya, Áser törzséből. Idős volt, már napjai előre haladtak. Leánykora után 7 évig él férjével, majd özvegyen érte meg a 84. évét. Nem hagyta el a templomot soha, bőtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel-nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ez az evangélium igény. Kedves testvéreim, Szent Család vasárnapján oly bőséges, gazdag tanítást tár elénk az Anya Szent Egyház,
hogy én azt hiszem, hogy nem tudjuk fölfogni ezt, nem csak azért, mert nem vagyunk Isten, hanem csak ember, hanem azért is, mert se időnk nincs, se értelmünk annyira nem nyitott, hogy mindent meg tudjunk érteni a gazdag tanításból. Úgy tűnik nekem, hogy Ábrahám családját azért tárja elénk a Szent Liturgia mai olvasmányban, és a Szentleszkében, a zsidókhoz írt levélben is, mert Ábrahám családja előképe a Szent családnak. Nézzük csak! A hit által engedelmeskedett az, akit Ábrahámnak hívnak, hogy elköltözzék arra a helyre, amelyet örökségünk kellett elnyerni. Micsoda gazdag mondat! Micsoda gazdag beteljesülés az idők végén! A hit által engedelmeskedett. A kettőnek sok köze van egymás. A hit, amely arra sarkalja az embert, hogy engedelmes legyen Istennek, vagy fordítva, az engedelmes ember hitet nyer az Istentől. Mert a hit tulajdonképpen Isten ajándéka, és aki engedelmes Istennek, az hitről hitre egyre gazdagabb lesz lelkileg. A hit által engedelmeskedett az, akit Ábrahámnak hívta. Kért tőle valamit Isten, hogy költözzék-e arra a vidékre, amelyre elköltözött, engedelmes volt, bár azt sem tudta, hogy hová kell mennie. Kért tőle valamit Isten, hogy adhasson neki azt a földet, amelyre el kellett költöznie a hitáltal való engedelmesség révén, neki ígérte Isten. Kért, hogy adhasson. Nekünk is ugyanezt a szent játékot mutatja Isten és kínálja. Kér, hogy a hit által engedelmeskedjünk, hogy utána adhasson bőségesen. Már a földi életben, hogy megáldja az életünket, hogy velünk munkálkodjunk, hogy vele örüljünk, hogy ő meg vele örüljön, velünk örüljön, kölcsönös örömben együtt legyünk az Istennel a földi életben már. Hogy aztán utána adni tudjon azt a földet, amelyet az ígéret földje csak jelzett előre, az Isten országát tudja nekünk adni véglegesen. Ebből csöpögtek már most a hit révén nekünk, ha a hit révén engedelmesek vagyunk. De azt is mondhatnám, hogy a családfőt a hit révén vezette, s ez Ábrahám volt, hogy sokaknak utána hitet tudjon adni. A családba egy föld révén, egy ember révén belépett az Isten, és az egész családot lefoglalta magának, az egész családot az üdvösségre vezette. Mert utána így folytatódik, mivel hit sára, mivel hit, ezért erőt nyert a magzat fogalására, az, aki meddő volt, és már az idején túl volt, hogy fogadja. És éppen ezért ettől az egy erőtlentől annyian származnak, mint égen a csillag. Üdv történeti jelentősége van ezeknek a mondatoknak. Mivel hit sára, ezért erőt nyert. Az ő hite és a férje, Ábrahám hite, előképe a Krisztus hívőknek. Szent Pál a Galatákhoz írt levélben már ezt így értékelik. Értsétek meg, hogy akik hitből való, és ez a keresztények, mert a hit révén elnyerték a keresztséget, és a keresztség révén Isten újjáteremtette őket Krisztus képére és hasonlatosságára. Értsétek meg, hogy akik hitből való, azok Ábrahám fiai, Ábrahám leszármazottai, Ábrahám leányai. A hit rendjében, az üdvösség rendjében, a hit által nekünk ősatyánk Ábrahám, a hit ősatyja és a felesége Sára pedig szintén, szimbolikusan előképe sokaknak, így Máriának,
akinek rendkívüli foganása van, aki erőt nyer, a lélek erejét nyerje ahhoz, hogy fogadjon, mivel hitt az Isten küldöttének, ezért erőt nyert, a lélek erejét nyerte, és a lélek által fogadta az Úr Jézust, a Fiú Istent, aki emberé lett. És mivel hitt az ő hite révén, a hívő végtelen sora jön és következik az idők végéig, hogy mind a hit által elnyerjék az üdvösséget, ahogy Ábrahám a hit révén engedelmeskedett és megkapta az ígéret földjét, úgy azok, akik később Mária hite révén megnyílt üdvösség, Krisztus révén megnyílt üdvösség, mindez a hívők számára segítség arra, hogy hittel elnyerjük mi is az örök életet. Egy család, akit Isten lefoglalt önmaga számára, és ez Ábrahám családja volt, hogy a hívők atya is mintaképe legyen. Sok zsidó család Ábrahámra hivatkozva hitt az Istenbe, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Isten. És végül elérkezett az idő, amikor Mária is beleszületett egy ilyen családba, egy ilyen hívő családba. Szent Joakim és Szent Anna. Ő is Ábrahám leánya volt, és nem is annyira a testi leszármazás szerint, hanem a hit révén, mert benne nem volt akadálya a hitnek, megnyílt a lehetősége annak, hogy most a hit révén Isten meglátogassa népét. Nem ígéretekben, nem a bölcsessége, nem a dicsősége megnyilvánulása által, hanem szó szerint testekölcsön, a szűzben, és ehhez kellett Mária hite és igenje. Isten belép az emberiségbe, családon keresztül lép be az emberiség történelmébe. Először igazgatja, megszólít embereket, a hit révén engedelmesek, és így Isten történései valósulnak meg a történelemben. Végül pedig a hit révén és ez a szűznek a hite révén emberi testet ölthet, és családban jelenhet meg. A törvény, amelyetnek engedelmes szolgálja volt Mária és Szent József, és fölmennek a jeruzsálemi templomba, mert a törvény szerint minden elsőszülött fiúgyermek az Istennek legyen szentelve, de öt sékellel ki lehetett váltani, vagy egyéb más módon. A törvény, amely által minden családba be akar lépni az Isten, az Isten és az ember szeretett törvénye, amelyeknek, hogyha engedelmes valaki, akkor hitről hitre fejlődhet, és megtapasztalhatja az isteni jelenlétet, az üdvösséget. A keresség révén, hogy elnyertük a lelket, mint ahogy itt megjelenik ebben az evangéliumi részben, Simeon, akin a lélek volt rajta, akinek a lélek kijelentette, hogy nem lát halált, amíg nem látja az Isten üdvösségét, és a lélek ösztönzésére a templomba menve meglátta a szemei az üdvösséget, akit Isten küldött, a Fiú Istent, aki emberré lett. Mi is lélekkel eltelt emberek vagyunk a keresztség révén, és a birmálkozásban megerősített bennünket a hét ajándékával a szemeivel. Ahogy Simeon a lélek ösztönzésére cselekedett, és meglátta az Isten üdvösségét, úgy minket is arra akar ösztönözni a lélek, hogy engedelmeskedjünk neki, aki Jézushoz akar vezetni, aki az Isten törvényeit, a szeretetét akarja rajtunk keresztül megvalósítani, hogy beléphessen az életünkbe Isten, és a történelemben rajtunk keresztül munkálkodhasson. A családban először, utána pedig a családon kívül az emberiség nagy családjában. Az imánk az áldozatunk révén, mások a tudásunk révén, mert politikus, mert gazdasági vezető, vagy társadalomtudós, vagy nem tudom mi, vagy orvos, vagy föltaláló, vagy fizikus, vagy nem tudom micsoda gyári munkás, és az ő munkájának eredményét használja az emberiség. Mindenféle módon meg akarja valósítani a szeretetünkét a kis családban és az emberiség nagy családjában, rajtunk keresztül az Isten be akar lépni. Hogy meglássák szemeink az üdvösséget már ebben a földi életben.
és meglássák szemeink az üdvösséget odaát, amikor átmegyünk, amikor a tranzitunkban részünk van, amikor átmegyünk abba a másik örök életbe és örök világba. Igen, ahol Isten megjelenik a családban, ott áldozatra hív, mert nincs szeretet áldozat nélkül. Nem csak Ábrahámnak kellett fölajánlani a fiát, Izsákot, és mivel akkora volt a hite, hogy tudta, hogy Isten képes bárkit a halálból föltámasztani, megtette, amit Isten kíván, a fiát visszanyerte előképül, vagyis, hogy az egész történet Krisztus föltámadásának előjátéka volt, ahol a mennyei atya nem vonta vissza azt, hogy a fiát áldozatul adja minden ember üdvösségéért, és mivel ő engedelmes volt, visszanyerte emberi természetében is az életet, vagyis föltámadt. Áldozat nélkül sehol nincs szeretet. A családban is áldozatot hoz az asszony, amikor szüli a gyermeket, már a méhében 9 hónapig a vérével táplálja, és utána pedig nem kérdezi, hogy kell-e áldozat ahhoz, hogy szeressem a gyermekemet, hanem éjszaka is föl kell, amikor fölsír a csecsemő, és foglalkozik vele. Később pedig, amikor arról lenne szó, hogy az örök élet felé kéne kommentálni a gyermeket, akkor visszahúzózkodik az áldozattól, ami a szenvedések felajánlását jelenteni. Amíg csecsemő volt, és a földi életét kellett szeretnie, és azt kellett táplálnia, addig nem kérdezte meg, hogy áldozat kellene ahhoz, hogy szeressem a gyermekemet. Pelenkázta, kakiltatta éjszaka is, és addig szoktatta, hogy a háta majd beszakadt. És nem kérdezte meg, hogy kellene. Ugyanezt az áldozatot kérné Isten a felnőtt gyermek üdvössége érdekében, amely sokkal fontosabb, mint a földi élet. A földi élet miatt nem tagadtuk meg az áldozatot, ne tagadjuk meg az áldozatot az örök élet számára, annak a szolgálata számára, hogy a gyermek bejusson az örök életbe. Mert a családi kötelék önmagában a szűzanya példája szerint nem elegendő az üdvösségre. Mert így szól Simeon, a te lelkedet is törjárja át, és ezt a szentírás tudósok úgy mondják, hogy ez tulajdonképpen az ítélet kardja, aki a bűnösre lesújt, és az igazat fölmenti. És Máriának ez azt jelentette, hogy ő a hívők anyja, a felnőtt Jézusban is meg kellett tapasztalja Isten akaratát és kinyilatkoztatását, s vagy mellette kellett döntsön, vagy ellene. És Mária mellette döntött a keresztülében is, hogy Isten akarata ez fián keresztül, ez a kinyilatkoztatás. Ez a legnagyobb szeretet. Ez megnyitja az ő kérdését. Így van ez a családi életben. Nagyon fontos, hogy a szülők gyakorolják a vallásukat, de a gyermek ebből szintén nem fog tudni elnyerni hitet. Hiába van családi kötelék, mint Máriának is családi köteléke volt az Isten fia Jézussal, te szerint tőle származott. Mégis hitről hitre kellett fejlődnie, döntenie mindig a Krisztusban megmutatkozó tanítás mellett. Amikor otthagyta és elment tanítani, pedig egyetlen fia volt, és nem volt ő. Meg amikor idéztem a keresztülében, az egyetlen fia volt, és Isten akarata ez volt a kereszt. És nem szint a szentől szembe Isten, hanem elfogadta. Így a gyermeknek is fontos a családi kötelékben megtapasztalt hit, de nem elég, neki kell dönteni. Látjuk, és ezzel befejezem, hogy a család szent valóban. Isten ajándéka. Műhelye a hitnek, a szeretetnek és az üdvösségnek. De a személyes döntés alól senki nem vonhatja ki magát. A hittel való, Istennek való engedelmesség révén akar elvezetni bennünket személyesen, mindenkit külön-külön is, az örök életre is.